A nemrég felújított rendezvénytéren tartották meg szombaton az idei falunapot Berekfürdőben, amelyen kitüntetést is átadtak, de volt itt tájjellegű ételek főzése, köztük az elmaradhatatlan karcagi birka pörkölt, de lecsó, slambuc is főtt, és a helyi kézműves termékek is helyet kaptak a piacon. F. Kovács Sándor, térségünk országgyűlési képviselője elismeréssel szólt a közelmúltban zajló fejlesztésekről a faluban. A bereki gyógyvíz áldásos hatásáról, amit a helyiek egyszerűen csak a nagykunság aranyának hívnak. Felidézte gyermekkori és már felnőttkori fürdőbeli élményeit is. Én visszaemlékezve, amennyire az első emlékeim olyan 3 éves koromtól vannak, de szüleim szerint már rég előtte is kijöttünk Berekfürdőre. Berekfürdő mindig egy a karcagiaknak, a környékbeliek számára egy csoda volt. Ez volt a fürdő, a nagybetűs fürdő, ahol uszoda volt, termálvíz, büfé, lángosos, tehát minden olyan, ami egy gyermeknek abban az időben csoda volt. És ahogy telt az idő, akkor egy fiatal embernek is a Berekfürdő maradt egy csoda, és ahogy most már az ember felett telik az idő, most is egy csoda. Tehát minden korosztálynak tud élmény nyújtani, örökre szóló élményt, és mindig rácsodálkozok, hogy Berekfürdő egy falu, egy település, hogy itt hogy élnek az emberek. Amikor az embernek mindig az az érzés, hogy itt nyaralni jó, itt pihenni jó, télen fürdeni jó, és tényleg a 30 év alatt egy önálló település lett, egy igazi olyan település, amely kivívta a maga helyét a környékben, és én azt gondolom, hogy a fejlődése töretlen. Aki néhány évig nem jön, az mindig rácsodálkozik, hogy valami új, valami szép lesz itt Berekfürdőn, de mindig azt a régit, azt a szépet, a kitűnő vizet, a vendégszeretetet, a hangulatot, azt mindig megtalálja itt. Hát ez egy parkoló volt, aki a Dermálfürdőhöz jött, vagy a Turing Hotelhez, az itt parkolt le. Ez egy betonos parkoló volt, és most egy igazi rendezvénytér. De ott a központi tér is megújult, megszépült, gyönyörűek a fák, parkos a strand, kitűnő a víz. Én azt gondolom, hogy aki ide jöhet, itt tölthet el néhány napot, de akár néhány órát, az innen felfrissülve távozik, és úgy távozik, hogy minél hamarabb tudjon visszajönni. Én azt gondolom, hogy Berekfürdő egy nagyon erős mágnes, amely mindenkit vonz, aki egyszer látta, és megérezte ennek a kicsi településnek a hangulatát, ennek a fürdőnek, az vizének az illatát. Én azt gondolom, hogy mindenki visszavágyik. Hubay Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke, bereki lakosként is gratulált az önkormányzatnak a megvalósult fejlesztéshez, és arra biztatta a fürdőbe a településre érkező vendégeket, hogy látogassanak el a Tiszatóhoz is, ismerjék meg a térség látnivalóit, adottságait. Molnár János polgármester arról szólt, hogy a mai falunap rendhagyó, hiszen korábban egész napos volt. Most alkalmazkodni kellett a járványügyi szabályokhoz. Így csak délutáni programok vannak, ahol a szolnoki szimfonikusok mellett a helyi népművészeti csoportok is fellépnek, és közben finom ételeket is kóstolhatnak a vendégek. Igen, ez a vírus ez nagyon keményen érinti Berekfürdőt is, és minden más települést, akik turizmusból élnek. Azért mertük vállalni, nem volt az egyszerű döntés, hogy mit szabad vállalni, mit nem. Azért mertük vállalni, mert szabad téren van. És a központi előírásokat igyekszünk tartani, tehát ami rajtunk múlik, azt tartjuk. Ide belépő szalaggal lehet bejönni, 500 főnél többet nem engedünk be egyszer, ha annál több, akkor meg kell várni, hogy kimenjen valaki, hogy helyette jöjjön valaki másik. A fertőtlenítőszer van, szájmaszkot is, annak használatát is ajánljuk. A falunapunk az egy nagyobb rendezvény szokott lenni, most az már előbb említett vírus miatt ezt lecsökkentettük csak egy délutánra, tehát most 2-kor kezdődött, a dél máskor reggel szokott kezdődni, de elég sokan jöttek főzni, tényleg nagyon jó ételeket. A birka pörkölt az nem maradhat el, de van mellett azért más is, halételés és egyebek is. De nem csak az ételek, italok, a bereki zöldséggyümölcs feldolgozó által készített szörpök és egyéb finomságokat is lehet kóstolni, vásárolni. De van itt a helyi kézműves asszonyok, kézműveskör által készített gyönyörű kunhímzések és más kézi munkák kiállítása. Sok-sok érdekesség. Aztán bízunk benne, hogy ez a nagyon színvonalas műsor, ami utalt is, hogy például a szolnoki szimfonikusok játszanak most nálunk, ha ez lement, vége van, akkor még lesz idő, lehetőség a merencékbe is elmenni,
úszni egyet, a meleg vízben kicsit tovább lazulni. A falunap azonban az elismerések napja is fogalmazott. Majd átadta Molnár Ferencnének az önkormányzat képviselőtestülete Berekfürdőért kitüntetést a közösségért végzett több évtizedes munkája elismeréseként. Molnár Ferenc Nébolya, aki nagyon hosszú ideje, tulajdonképpen 93. januárjától azóta nagyon aktív volt a település életében, előtte is, de akkor már hivatalosan is. Szociális munkás, szociális gondozó és a településen rendezvény szervezői feladatokat látott el több mint 25 éven keresztül.